Debrecen bizonyította, hogy nagyon erős csapat. Ugye évek óta szisztematikusan építik, és már szerintem tavaly is, de idén elértek feltétlenül arra a polcra, hogy komolyan kell velük számolni, akár a végső győzelemre is, én azt gondolom, esélyük lehet. De hát ugye azért vagyunk mi, hogy ezt megcáfoljuk. Tehát feltett szándékunk az, hogy legyőzzük a Debrecent és tovább jussunk. Nyilván nagyobb hangsúlyt fektetünk azokra a dolgokra, amik esetleg nem úgy mentek, ahogy azt mi szerettük volna, de azt gondolom, hogy megvan az a forgatókönyv, ami alapján remélem, hogy sikeresek lehetünk. Igazából ez az egész kosárlabdának a savaborsa. A szezon az nagyon fontos, hiszen ott fölkészülünk arra, hogy majd mi lesz a végén. Azt szoktam mondani a fiúknak, hogy most kezdődik a háború. Tehát ez kőkemény csata, én ezt szeretem a legjobban egyébként, hiszen ez az egésznek a lényege. Nekem meggyőződésem, hogy itt nyilván vadonatúj dolgokat senki nem tud mutatni a másiknak. Itt az fog dönteni, hogy ki mennyire van jó fizikai állapotban. Sérülések nyilván nagyban befolyásolhatják a végkimenetet, de alapvetően fizikális, mentális állapot. Itt meg kell mutatni, hogy ki a férfi, és be is kell bizonyítani. Azt gondolom, hogy itt, hogyha fejbe jók leszünk, és amiket megbeszélünk, azokat betartjuk csapatként, védekezünk és támadunk, akkor én szerintem van esélyünk. Ha egyéniskedni akarunk, akkor nincs. De most ezen vagyunk, hogy ezt elhagyjuk, és tényleg próbáljunk minél tovább a mérkőzésnek a minél hosszabb ideig csapatként funkcionálni, és akkor bízom benne, hogy a fejvári szurkolóknak örömet fogunk okozni.